Nem akartok venni ilyen merch-öt? Manin.hu/merch. Ezt nézik. 8000-en, hogy nincs semmi a szobába. Ezt valaki magyarázza meg. Mi történt? Mi volt? Van klip úgyis. Várj, tudod, hogy ez a legnézettebb klip, hogyha rámegyek, hogy 24 óra, nem? KDS kapott egy állast. Két okos meleg. Inkó? Lekapcsolta villant maga után azért a rabló. Ennyi, ez lett volna. Ő vitte el őket. Nézd ki. Mit szopott nálok? Ezek a kisköcsögök? Igen. Hát ezeket ez fix. Ezeket szétszedem, hogy menj már ki, nézd már rá. Csett, ez Street Sniper. Ezek itt laknak, tesó, hát ezeket vágom. Hol a f***omban van a telefon? Beesett ide átra a telón. Osztok! Mi a geci? Haladjatok már, bazd! Wow. Kamerát visszarakták a helyére amúgy, igen. Telom. De amúgy érted, a bátyja nem is néz hátra meg semmi. Mintha nem is történne semmi. Zene se szól, tehát a HyperX-es füles az nem izéjével. De amúgy miért mondom el, hogy kamu, hát annyira egyértelmű, bazdik, csak a 2 évesek hiszik el ezt. Wow. Jó fejbetörő volt. Lekapcsolta a lámpát, nehogy annyi áramot fogyasszanak. Real shit. Majd itt rendet kell rakniuk sajnos. Az eneva.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneva.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Steve elrakja őket. Na Steve-ről ne is beszéljünk amúgy, jó? Az, amit csinált a gyerekeivel, meg ez a kétszínű dolog, ez a kétszínű gerinctelen biznisz, hogy ugye mai napig árulják a kibaszott elcigiket elzigi.hu oldalon, amit ugye hirdetett is a Normannal 2022-ben, amikor ugye a Norman 12 éves volt. Az kicsit gatya szerintem, hogy még mai napig így nyomják, hogy elcigi ellenesség van ugye a YouTube-on, az közben meg abból él a fater. Na mindegy, nem baj. Szlovák cég, tehát Magyarországon nem is lehetne árulni ugye elcigarettákat, de hogyha az elzigi.hu-ra felmentek, az még több, mint valószínű, hogy mindig ugye a Sillónak az oldala. Tehát ezt csak én mondom, allegedly, ugye ezt csak szerintem, ezt hozzá kell tennem, hogy szerintem. De ja, én tudom, ma a nikotin terméket nem lehet 12 évesekkel hirdetni, szóval megesik. Szerencsére van róla screenshotom is amúgy. Gondolj bele, hogy milyen szülő az, aki 7 éves kora óta kirakja a gyereket az internetre. Már alapból rossz. De az, hogy a saját gyerekeddel hirdeted be a f***om e-cigarettáidat, úgyhogy 12 éves a gyerek, az szerintem egy kicsit gáz. Egy kicsit nagyon gáz, és amúgy teljes mértékben illegális, szóval két okoség azok meg ugye velük nyomultak nagyba. És ugye a két okoség is nagy e-cigi ellenesek. De ezzel is küldtem az ICE-nak, és nem válaszolt egyáltalán, pedig tökre érdekes. Botika Nubika mondja, a Hell ezért is nem fogad el 18 év alatti sponzikat. Diak önkormányzatos parthoz akartunk sponzit, és a Xixo bejött, viszont azt mondtak, hát nem adhatnak, mert gatya. Hát igen, ez így van, de az öreg Silló az pedig 12 évessel merte hirdetni a saját elcigis oldalát, és nem lett feljelentve érte. Biztos, hogy valaki föl fogja nyomni. Alapból nikotin terméket nem is adhatsz el Magyarországon, de mindegy, mert nem akarom, hogy feljelentsen, bazd meg, vagy elraboljanak engem is. Ezek már inkább jogi kérdések amúgy. Nem is az, hogy most érted, 12 éves nézőiknek mi a f***t mondjak, most hiába mondom el, hogy egy gerinctelen féreg az ember, és teljes mértékben az ellenkezőjét csinálja az interneten, mint azt, amit amúgy. Ez itt a Norman 2022-ben, lehet látni, hogy most jött ki az anyjából a fején igazából, tele van az asztal elcigikkel, hogyha az elcigi.hu oldalra felmentek, akkor lehet látni, hogy ez még mindig egy élő oldal, szlovák doménnel, és ezt árulják konkrétan. Több mint valószínű, hogy ez nem csak egy fizetett promóció volt, mivel a legutóbbi videóban, amiben ugye Normi lebukott egy elcigivel,
azon lehet látni, hogy az édesapa, amikor belefúj az e-cigibe, teljes mértékben ugyanolyan e-cigi van, mint az ő weboldalukon, amit árulnak 11.000 forintért. Tehát azt a következtetést merem levonni, hogy az édesapa az a fiatalkorú gyerekének nikotin terméket adott. Vagy engedte, hogy hozzáférjen. Ami szerintem nem mutat jó példát, illetve tudom, hogy ez így a háttérben maradt, meg azt hitték, hogy ez a kép ez nem fog előjönni, de hát 2022-ben volt annyi eszem, hogy leszkrineljem, és megtaláltam. Eszembe jutott. Elég komoly dolgok vannak. Szóval ebből a bizniszből élnek szerintem a sillóék, nem pedig a YouTube-ból, meg ezekből. Kurva nagy vamzer vagyok, igen. De úgy gondoltam, hogy érdemes erről beszélni egy kicsit. Annó nem volt szó róla, viszont kiraktam ugye Instastory-ba, felbasztam magam, de nem volt róla videó. De még a mai napig megy ez amúgy. Tehát én azt hittem, hogy ez az elzigi.hu ez bezárt, mert ugye volt ez a Zigics Geri dolog, hogy a Konics Gergely az, aki cigizik, nem pedig a Geri, és akkor volt ez, hogy Zigi. Ez lett a meme, hogy a Geri az zigizik, és ebbe jött az elzigi.hu. Ne zigizje már! Geri, miért kell zigizni? Ezek az emberek vannak hirdetve a két okos által. És Magyarországra szállítanak, ahol meg ugye nem lehet ilyen vépeket árusítani egyáltalán. De amúgy azt is láttam, hogy Ice konkrétan 2 másodpercet látott a Norman barátnőjéből, és levonta azt a következtetést, hogy g***i ronda, utána pedig 10 percen keresztül mondogatta, hogy mennyire sajnálja meg mindent. Tehát aki ennyit nem tud gondolkodni, hogy kimondjon egy dolgot, vagy ne mondjon két dolgot több ezer ember előtt, az ne streameljen, baszod! Olyan nagyban vagy a Shiloh Steve-vel, a Normannal, az egész Shiloh családdal, és egy ilyet nyomsz, tehát így... Azt a kurva bazzák. Shiloh Steve tetszik. Én azt az őrjet azért megnézném ott azt. Így mehetnék a Laurája? Na látod, ezért kell megvágni ezeket ezért. Geci. Pistik a 2012 donételt. Elrabolták Manint. Most pakolj szét mindent és hagyd úgy a kamot. Amúgy kajak? Mik ezek a neoniti emótok? Meg 12 éves lányról van emót? Mehet a Report Neoniti csatornájára, ne haragudjatok. Ebben a videóban Shiloh Norman és Fatima versus Elszavok esetét fogom megtetelni. Na itt van, köszönöm. Na hova lesz a lakat föltéve? Hú, ne csúnya ez a csaj, Rici. De most miért van lesz ilyen? Bocsánat, csak ki kell mondanom, hát bazeg, ezt nem szeretem, agyon vannak sminkel, bazeg ma mai lányok. Miért mondanád a barátodnak a barátnőjére azt, hogy fú, de csúnya, geci? Tehát nem értem, geci, ez mekkora agyhalottnak kell lenni, for real? De nem, de itt el nem úgy néz ki, mint egy kibaszott robot. De te szívtelen vagy. Clip farming, a contentért, a contentért, geci, kovics a anyádat, Lot, neked is az anyádat, az anyátok mind ronda. Rakjátok ki TikTokra. Úgy néz ki, mint egy robot. De most gondolj bele, ha valaki ezt rád mondaná, most gondolj bele. Hát rá mondják több százan naponta. Ezt... Tényleg. És most meg arra a csajra is lehet, hogy fogják mondani, meg írták is a kommentbe, hogy W Ice, mert igaza van, hát tényleg miért sminkelnek a fiatal lányok, hát igen, ez a sminknek a véleménye volt. Akkor miért nem azt mondta, hogy ú, de sok smink van rajta, szerintem nem király az, hogy a lányok sminkelnek 14 évesen. Ez egy elfogadható vélemény. Ezek a KDS meg az Ice. Aha. Ja, ez most a Normi barátnőjéről volt szó? Igen, azt mondta az Ice a Fatimáról, hogy nagyon csúnya. Ne! A Fatima. Ne! És nem tudom, ezen most kiégtem, mert korán reggel már ezzel idegesítettek fel engem, hogy olyat szól, hogy csúnya a Fatima, meg hogy úgy néz, mint egy robot. Milyen robot ember? Na jó, azt is mondta, igen. Most fölhívjuk az Ice-t. Na most fölhívja az Ice-t, na most fölhívják. De nem azért mondom, csak értem, most szegény Fatimának ez hogy esik, hogyha most ezt meglátja, vagy valami nem? Nem fogja felvenni. Hát rosszul fog esni neki valószínűleg, igen. A legnagyobb tisztelettel tudunk zavarni egy pillanatra? Itt vagyunk. Figyelj már, most megyek haza, Lauci itt van nálam benne az irodánál, és behozott most egy TikTok videót, ahol a... Hú, ez így mennyit tud kiabálni a bátyja? Fiamnak a csaját nagyon kiégettétek, hogy robot, meg hogy csúnya, hát és Lauci... Lauci föl... A 40 évesek azok nem tudják azt, hogy a telefonban lehet halkon is beszélni, mert a mikrofon a szádnál van sajnos. Ez ilyen. Van háborodva, és most szeretne beolvasni neked. Hát csak azért, mert mondta mindig az Ice, hogy tisztelni kell a nőket, meg ilyenek. Erre ennyit látok, hogy olyat szól, hogy úgy néz ki, mint egy robot, meg hogy csúnya, meg ilyenek. Hát igen, tisztelni kell a nőket. Egyik streamben azt mondja, hogy tisztelni kell a nőket, másikból meg az, hogy ő neki mosógép kell a barátnő helyett, meg hogy rondák a nők, meg hasonló, érted? Ez poén, ez clip farming. Ice nem mondott ilyet, dehogy nem, hát ő mondta, hogy ő annyira tiszteli a nőket. Szóval, hogy sminkelj. Van kis pénzszámoló a háttérben. Igen, hogyha szeretne, nem? Na erre mit mondasz föl? Geci. Láttam én is, meg kép vagyok, mit mondtam, már kicsit átbeszéltük, hogy az kicsit úgy
dolgokat. 14 évesen a lányoknak nem feltétlenül kell még az így spintelni. Emellett kiállok, viszont azt nagyon csúnyán fogalmaztam meg, egy szény is van. Na, Lauci, látod? Hát igen. Így kell a sarkadra állni. Pedig azért látod, egy nagy mókremester az ice, de látod, most azért egy kicsit visszahúzta a csápjait. Így van, így van. De ura, ez tényleg, ez tiszteletbe tartom. De hát a belsővel meg mi van egyébként? Mi van a belsővel? Amúgy meg igen, nem a külsőről kell ítélkezni. Igen, ezért mondtam, hogy kicsit lehet, hogy gyorsan mondtam, még mielőtt gondolkodtam. Nekem személy szerint nem tetszik a Norman barátnője, de nem nekem kell, hogy tetszik, hanem Normannak. Akkor miért alkossz róla véleményt nyilvánosan több ezer ember előtt, bazd meg? Bocsánat. Azért lehet, hogy majd egy Skanderre kihívlak, hogyha majd meglátlak itt majd legközelebb élőben. Én az Norman, hát én sőt, lehet, hogy ő is ki fog hívni. Úgy szeretnék búcsúzni, hogy én szerintem nagyon szép barátnője van a Normannak. Szerintem is. Nagyon jó az ízlése, belsőleg is nagyon jó, úgyhogy remélem, ha megismered, más lesz a véleményed róla. Reméljük. Úristen, az milyen kép ott? Az ott valakinek a segge, jól látom. Ja, azzal bannoltatták a Normant, igen, ott indul a prank. Elnézést. A twerk content az amúgy teljesen jó azoknak a gyerekeknek, akik nézik ezt a csatornát, nem? Figyelj, akkor viszont még egy dolgot meg kéne csináljunk. Átküldtem neked egy videót, azt nézd már meg, vagy megnézted már? Nem néztem. Csak azért kéne, mert hogy be kéne azt állítani, és így nem ártana valami 18-as karikát is, hogy valamit rátenni. Ezt? Miért? Mi bajod van vele? Ja. Hallott, te jó Isten, mekkora kidörrentője van a gácsinak! Fatima szerintem meglátja, már nem prank miatt fog kiakadni, hanem már tényleg ki fog akadni. Hallod, az milyen lesz, mikor a gyerekre rá lesz olvasva? Normi, hát neked ez tetszik? Ezek a nagy fenekű lányok? Milyen kidörrentője van a gácsinak, azt mondja, úristen, amúgy kajak. Milyen kipufogója van, jó megpakunád, nem Silló Steve? A gyerek, itt bele lehetne dugni, nem? Gyere már, minden elő van készítve, a fényeket mindent belőttem, lehet live-olni. Én nem tudom, hogy működik, elvileg, ahogy elnéztem, le van készítve. Ez, itt ez komoly. 18-as karikát rátették, ez sokat segít amúgy. Jó. És akkor már megy is? Megy már, itt van, itt van. Tényleg? Ez, ami ott van? Figyelj, a gyereket szerintem agyonveretjük. Ez amúgy, ez már tényleg nagyon devonalóli. Olyan szinten szánalmas, hogy mindig azt hinni az ember, hogy ezek az idióták nem tudnak lejjebb süllyedni. És bazd meg, de! És a legnagyobb idióta közülük még mindig az apjuk. Mert asszisztál ehhez az egészhez, és gyerekkoruk óta asszisztál hozzá. 7 éves koruk óta árusítja ki a kibaszott gyerekeket az interneten, mert nekik ez az álmuk, és ők youtuberek akartak lenni, és ő csak egy jó apa, aki segíteni akar a gyerekeknek, de nem azt teszi, mert amikor ezek a gyerekek 20, 30, 40 évesek lesznek, akkor ez a sok dolog, ami az interneten hozzájuk ért, vagy hogyan mondjam, ami eljutott hozzájuk az interneten, ez a sok dolog, amit az édesapa csinált meg, amiket kaptak emberektől meg, ami kommenteket kap a Laura, ami kommenteket kap a Fatima, ami kommenteket kap mondjuk a Norman, ezek mind el fognak jutni az agyukig, és később lappangó mentális betegségekként fognak előjönni. Szóval nagyon remélem, hogy ezek a gyerekek járnak pszichológushoz is, és nem csak Párizsba, meg a Gucci Store-ba, meg ilyenek, mert nem tudom. Ez szerintem nem a legjobb dolog, meg a Norman is éppen azt mondogatta nemrég, hogy ő Ferrarival fog menni, meg Lambóval fog menni az iskola előtt, ott fogja durogtatni, megmutassa a tanároknak, hogy ő, hát ő mekkora ember lett, ő jobb, mint a tanárok. Ez baj, hogyha egy gyerek így gondolkodik, szerintem. Tényleg? Igen, amikor nézem a streamet, már 1600 nézik a streamet. Tényleg? Nézem a streamet. Várjál, hallod, már magyarázkodik. Halka, az, hogy mindjárt visszajövünk. Normi, remélem nem lesz politikus. Előző videóban olyan volt, hogy Norman politikus akar lenni, és az apja elintézett egy találkát a polgármesterrel, és vele beszélget. Na most, ha Norman politikus lesz, ezek a videók vissza fognak jönni, és erőset fognak csapni. De hogy lesz Norman politikus? Hagyjuk már, baszak. Apa, mit röhögsz? Jól síva, nem jön, hogy Twitch-en egy teli b***szott videó megy. Ott verkelnek a nők. Akkor mit állsz, hogy nem én voltam. Figyelj, én nem voltam. Most ezért veszek össze Fatimával, vagy most ez kajak, ez miért? Miért kell megszobadni? Hát de miért? Figyelj, miért nem vallod be, hogy ezek a nagy kidörrentők tetszenek neked? Oh, 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 o
Figyelj, tesó, fönt a csajok rázzák a seggüket az emeleten. Ember! Gyerekek, na ez mi? Állítsd le! Állítsd le, no? Miért nem állítja le? Ez mi? Tehát halad és le tud állítani egyáltalán? Vagy most mit kell csinálni? Hát, de mit mondott a Fatima különben? Kibanolták, ott is van. Hogy mi ez a videó? Ezt mondta apa. Te jó ég! Ez a videó. Ki is kapcsolja ezt a telefonon, ne zavarja senki. Várj, de miért nem... írogatnak is rád meg minden? Emberek, srácok, hát mi a hely? Legalább jó intrója volt. Jó, gyerekek! Letiltották a live-ot, bazd meg! Hát! Tényleg? A csatorna átmenetileg nem érhető el Twitch közösség irányelvének vagy szolgáltatási feltétele megsértése miatt. Hát nem tudom, átmenetileg van csak az ide írva. Húha, Lauci, bajba vagyunk. Ledurrantottuk az Orminak a Twitch csatornáját. Szerintem most fussunk le a fa. Ennyi. Fiók, hogy jelenleg fel van függesztve. Unlucky. Ezt nagyon elintéztük, hallod? Figyelj, várjuk meg. Legjobb apa. Hát, hogy valami történik. Mint a szülő. Ezt most nagyon elcsesztük, szegény Normi basszus. A gyám, hogy nem nézi ezeket a videókat amúgy. Lenyugodtak a kedélyek. Hallod, kisfiam, tényleg ezt nem így terveztük. Figyelj, nagyon nehéz hetünk van, én is elmegyek egyébként holnap, nem látjuk egymást két hétre. Gondoltuk, hogy feldobjuk úgymond a kicsit a videót. Ennek az lett a következménye, hogy 7 napra letiltották a Twitch fiókodat. Ezért tényleg vállalom a felelősséget én is, meg a Laura is, de én inkább, én voltam a fő kolompos, bevallom. Úgyhogy Laucika igazából... Bőrészes. Így csúsztunk bele. Én is szerettem volna még a streambe egy dologra reagálni. Tudod mit? Most reagálok erre az egész dologra. Áris, ide figyelj, igazából én tökre felnéztem rád, meg tökre tiszteltelek, de nagyon nagyon csalódtam benned, amikor megláttam, hogy live-ba azt mondtad a barátnőmre, hogy lesz-e vagy, de él, várjál, hogy is volt, geci ronda. Egy snittet láttál a videóból, egy pillanatra sosem láttad élőben igazából, de már te alapból alkottál több ezer ember előtt egy véleményt róla. Ez alapból nem szép dolog szerintem. Ez egy megalázó. És ez egy megalázó dolog, és hát nagyon... Nem Andris mondja dupla V-Norm. Nem az első ember volt, aki megalázó megjegyzéseket kapott hétokos streambe szerintem. Nem beszól, hogy tényleg én azért értem, hogy reakció videók, meg a faszom, meg vicces, meg ez egy content, meg ez egy ilyen platform, de azért mindennek van egy határa, szerintem mi sem csináltunk rólatok sosem olyan videót, pedig ide szívem szerint én tudnék egy-két dologról csinálni videót, és beszélünk arról, hogy meg kell tisztelni néket, meg ilyenek, de ilyenkor hol maradnak a belső értékek? Hol maradnak a belső értékek? Ilyenkor jövök rá, hogy milyen hálás lehetek, hogy normális szüleim vannak. Fatert pont holnap műtik, szerencsére nem veszélyes műtét, de nyilván féltjük. Nagyon örülök, hogy nem ilyen apám van. Én is, amúgy, no joke, én is kibaszottul örülök, mert tényleg, hogyha azt nézzük, hogy a gazdagság minden, akkor nagyon jó apuka. De emberségből, geci, hát nem vagy gazdag, Silló. Emberségből nem. Egyszer nem beszéltél Fatimával, egyszer nem találkoztál vele élőben, tényleg... Hallani se hallottál róla, max a nevéről a videóinkban, vagy TikTokon, vagy valahol. De te egyből megalapítottad azt, hogy Teli rakja magát sminkkel, ő geci ronda, és tudod, mit láttál egy ilyet, ami telefonnál lett persze felvéve, mert nem vittünk oda ki kamerát, nem is ez volt a lényege, hogyha kicsit pihenünk meg ilyenek, hogy ott is rommál kamerázzuk az életünket. Egy ilyen snittet láttál, tesó, és megállapítottad, hogy az én barátnőm geci van. Na figyelj, most az olyan, hogy neked lenne egy barátnőd, és látnék róla egy 3 másodperces kis snittet. Odaülnék a streambe, és több ezer ember előtt elkezdeni mondani, hogy bazd meg, állsz, kajak lesz a halfejű szart, tetted össze, ember, hát ekkora hírné meg nézettség. Hát de jó, figyelj, az Ice-nak nincs is barátnő, ezt mennyivel idősebb nálad, nem Norman? Neked hamarabb sikerült, tesóm. Gratulálok, esküszöm. Lehet, hogy az Ice irigy rád. Mivel neki nincs 15 éves barátnője, neked megvan. Akkor egy ilyen nézettél össze meg ilyenek, és ilyen dolgokról, ilyen full fasság dolgokról beszélnék, és ezzel magamat is szerintem megaláznám, az embert is, akiről beszélek, és ő ott áll láthatóan, hogy semmit nem tett ellened, semmi rosszat nem csinált igazából. Egyébként hozzáteszem, nincs olyan sok smink rajta, tehát a szája meg volt csinálva, meg tényleg a szempillére, de azon kívül nem volt rajta egy vakolat. Egyébként meg nem vagy az apukája, hogy megmond neki, hogy mennyit sminkeljen, és hogy mit csináljon magával. De lényeg a lényeg, srácok,
Ne alkossatok másról új véleményt, hogy sosem találkoztatok vele, nem beszéltetek vele egy szót se, mert ezzel csak magatokat járatjátok le. Én szerintem sosem átadtam nektek semmit, se a családodnak, se a szeretteidnek, se senkidnek, és szerintem azért tartozol nekem egy bocsánatkéréssel, tényleg nem értem, hogy ez milyen felindulásból jött. Visszarázkodjunk itt a normális életbe, és elengedjük ezt a témát, szerintem ezt túl is beszéltem, egy kicsit nem is tudtam, hogy megfogalmazni mindent. Srácok, rosszul sült ez a prank, apát nem látjuk két hétig. Tökéletes búcsúskodásnak vettelek kezdetét. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Azt mondjuk pont kihagynám, azt a részt kihagynám. Szerelem Párizsban, ezt nyom be, elnézzük. Jó, kimegyek úgy az... Innen nyomjam, itt lesznek a nagy kontentek. Ja, itt fog beszélni a politikussal? Úristen, tesó, Jézusom. 18 évesen azért nagyon nem jellemző, hogy megválasztanak valakit polgármesternek, bár olyanról is tudok, hogy előfordult majd 18-20 év között, nyilván inkább kis településen. Na hát, ezt azért megnézném. Választottak meg elsőként, első alkalommal valakit polgármesternek. Nem gondoltam volna, hogy ilyen fiatalan is mondjuk. Elnöki váláshoz mik szükségesek? Vagy elnök! Az is a sincsen úgymond korhoz kötve, csak 18-nak el kell, hogy múljak is. Mikbe van amúgy az arcvágod? Nincs megkötés. Nyilván az már egy másik történet, ez egy jóval bonyolultabb dolog, és nem az a jellemző, hogy most három elnökről beszélünk, ilyen elnökről, hogy valakit 20 évesen emelnek erre a piedesztálra. Mert nekem tettél fel olyan kérdést is, hogy azt elég vicces, hogy... Mitől lesz hiteles egy politikus? Ruhától, dumától, vagy elég, hogy csak milyen hangja? Jogi diploma kell ahhoz, hogy miniszterelnök lehessen valaki. Hát valószínűleg kell hozzá diploma, igen, egy pár. Sőt, ez mi? Ez el kell felezni. Azt bele mind, bele. Dehogy így. Figyelj, én nem feketőves vagyok minden. Oh yeah, underage drinking, ez az! Szóval, mi a magyarázat akkor? Hogy került ez oda? Hát ez még... A haverjai itt hagyták. Nem, ezt is a haverjai hagyták. Az őszintén ért elmondom, itt nem mondok több rabló mesét, és valamilyen ilyenek. Itt mondtak nálam, de ez tényleg még is, hogy nyár elején még itt. Nyár elején, azóta ott van. Azóta még takarítottunk is. 14 volt. Igen, és? Itt tanultak a fiúk, te is ismered őket, és vettünk piát. Szúrjatok vele, itt fenn iszogatunk. Mi az, hogy vettetek piát? Ki se adják? Kicsit meg ilyenek, de nem... Hát nem kicsit iszogattatok, hát mert nem az ilyen két forintat. Négy emberre ennyi nem sok. Hát 4-15 évesre sok. Hát nem is, hogy engem úgy pontatnának lasszóval. Hát egyáltalán nem volt. Hát akkor egészségünkre. Meg ne így ad! Az új szobát. Hát és én nem egészen. Te most tényleg? Hát miért most mit ne igyek meg ezzel? Hát ez mi ez? Ez semmi már. Szép volt, apa. Kitöltötted a fiatal. Hát akkor egészségünkre. Laura. A Laura a legokosabb a szobába. Még ez eddig is így voltam, úgy, ezt amit sokszor észrevettem, hogy Faternál meg Normannál, hát, hogyha kettőt összegyúrnánk, se lennének olyan okosak, mint a Laura. A Laurába szorult némi emberség, inkább így mondanám. De hogy iszom? Én megiszom, kíváncsi. Na gyere, húzd le, kíváncsi vagyok, mennyire bírod. Jó. Na egészség. Én fofán fogsz dobni az a vizével, amikor még ez vészem, hogy talán. Valamire készülsz. Vigyom meg, fegyek? De szerintem fog kettőbe kúrni. Nem? De jó. Egészség. Az új szobára fog. Az új szobára. Gyámügy kedveli ezt a videót. Fú, nem ittam 6 éve alkoholt. De szerintem nem is fogok. Szerencsére... Most... Ezt mondjuk nem hiszem el. Ezt nagyon-nagyon erősen nem hiszem el. Tehát, hogyha alkoholt nem, akkor legalább kok... Várjál meg, amíg eltűnik a John Cena. Mi van, bedurrantottál, Pesta? Hallod? Azért ez nem üt be, ez nem üt be. Figyelj, én nagyon bírom a fiát. Ez nem így van, apa. Ennyit, akkor lájboljunk egyet! De várj, nézzük meg a Numi Delek titkát is akkor most már, ha arról beszéltünk az elején, amikor az elcigis dolgot mondtam, hogy ugye megy a nagy színészkedés valahol itt. Hány percnél van a dolog? Mi? Ez mi? Ez egy vaka! Az egy vaka! És mi? Az egy vaka bár! Te mit keres itt fönn? Itt lett az egy kis panom. Egy kis panom? Múlt héten itt aludtak ember! Hát azt megnézem, hogy ez az, amire gondol. Ember, múlt héten itt aludtam. Ezt te is tudod. Húzz el lefele, mert újjebb fenekellek most már. Nézd. Na igen, milyen jó apa, nem? Milyen jó apa. Nem hagyja a gyerekét, hogy elcigizzen. Na ez egy minta apa, srácok. Ez egy minta apa, komolyan mondom. 2 éve. Na mindegy. Meg, hogy kihúzol itt a lábaddal a fiúkat, mit találok érted egy ilyen ember, ez kaptam az a
Normi, figyelj! Engem ne haraptad sem, úgy kiütlek, mint a biztosítékot. Mi van, hogy nézel ott ki? Meg vagy, be vagy itt szépen húzódva a történetbe. Patika, szeretlek. Mi az a cigi ott a fiókba? Miért nem a raktárban van, Norman? Hát vidd vissza a raktárba, azt el kell még adnunk! Ha még egyszer meglátok egy ilyet eszik... Vannak olyanok, akik izenek. És amúgy ti hogy vagytok? Jól vagytok? Minden oké és veled is. Köszi, Laura! És te hogy vagy? Minden oké és teljesen jól vagyok. Akkor jó, minden rendben. Érted, itt van az embernek a fiókjában, érted, egy tízezres. Elmaradt a múlt heti videó. Honnan tudod, hogy tízezres amúgy, hogyha nem te árulod? Ha nem értesz hozzá, fater? Honnan tudtad, hogy 10 000-es lukkos? Mert azt szerintem itt ráírva amúgy. Ez meg beesett ide átra a teló. Rip, rip. Csak így tovább, Inko. Én azt mondom, srácok, én elevem a streamet szerintem, mert konkrétan ez elegem van az életből. Patriot raidet nyomunk egyet, aztán további szép napot, estét kívánok minden emberemnek. Legyetek jók, aztán remélem IC-k jól vannak. Rómába találkozunk, chat. Papacitába várunk. Közönségteli Rómába. Na, császtok. Én ennél szánalmasabb dolgot, mint amit a Silloék meg a két okosok csináltak, ezt nagyon régen nem láttam már. Ez 2024 legszánalmasabb dolga amúgy szerintem, amit láttam. De lehet, hogy még lesz rosszabb, szóval kíváncsi, milyen csavarok lesznek. Jó itt, császtok. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, a nételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.